Dicsértessék el Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek, az ember néha fél az idő múlásától. Előbb-utóbb kezd visszaszámlálni, vajon mennyi van még hátra. Ugyanakkor szeretünk visszaemlékezni olyan jeles eseményekre, amelyeknek valamelyest kerek évfordulója okot ad arra, hogy örvendezzünk, hogy ilyen-olyan történésnek lehetünk évtizedekkel, netán évszázadokkal részesei, tanúi. Így kapcsolódunk bele a régi történelmi események folyamába, amikor megemlékezünk akár hazánkat, akár a világegyházat képviselő, érintő eseményekről. De azt hiszem mindennél fontosabb, hogy megemlékezzünk olyan eseményekről, amelyek nem csak embereket, minket kötött össze egymással, hanem minket a mindenható Istennel. Két év van még hátra, hogy azt mondhassuk, hogy kereken 150 évvel ezelőtt úgy döntöttek, többen is bizonyára, hogy legyen Kartalnak temploma. Már tavaly elkezdtük erre az ünnepre való fölkészülésünket, különböző eseményekkel, visszaemlékezésekkel. Most erre a napra ezért hívtuk meg szeretettel a most éppen Kartalról származó és különböző helyeken lelkipásztori szolgálatot végző paptestvéreinket, Pajja Jánost, Karácsondi Mihályt és Pető Gábort. Jól ismeri őt mindenki Kartalon, akkor is, ha nem minden nap találkozunk velük. Isten hozott benneteket, örüljetek velünk, aztán majd a még hátralévő két évben bizonyára találkozunk egyéb ünnepek alkalmával is. Mai szentmisénkben az evangélium után két emléktáblát avatunk föl a három kedves paptestvérrel együtt, amelyek okot adnak arra, hogy hálát adjunk. Hálát, hogy 150 éve plébánosok és káplánok vezetésével tudja Kartal népe az újabb és újabb generációnak továbbadni, átadni a hitét. Őrájuk emlékezünk, őértük is mutatjuk be ünnepi szentmisénket.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor én sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe, jusson el híveid gyönge nyája oda, ahová előttünk ment Jézus, a mi erős pásztorunk, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Pál és Barnabás Pergén keresztül eljutott a piszídiai Antiókiába. Itt egy szombaton bementek a zsinagógába és leültek. Amikor a gyülekezet szétoszlott, a zsidók és az istenfélő jövevények közül sokan Pál és Barnabás nyomába szegődtek. Ezeket arra bíztatták, hogy tartsanak ki az Isten kegyelmében. A következő szombaton csaknem az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten szavát. Amikor a zsidók meglátták a nagy tömeget, irítség fogta el őket, és rágalmakat szórva próbálták Pál szavait meghazudtolni. De Pál és Barnabás bátran megfeleltek nekik. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten szavát, de mert visszautasítottátok, és méltatlannak ítéltétek magatokat az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr. A pogányok világosságával tettelek, hogy üdvösségünk légy egészen a föld végső határáig. Amikor a pogányok ezt meghallották, örültek, magasztalták az Isten szavát, és hittek is mind, akik az örök életre voltak rendelve. Elterjedt az Úr szava az egész környéken. A zsidók azonban felbújtatták az előkelő vallásos asszonyokat, meg a város legtekintélyesebb férfiait, és üdvözlésítva Pál és Barnabás ellen elűzték őket a vidékről. Ők bizonyságul ellenük derázták lábukról a port, és Ikóniumba mentek. A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek. Ez az Isten igéje. Könyvéből. Én, János, akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Ekkor a vének közül az egyik megszólított és azt mondta, ezek a nagy szorongattatásból jöttek, ruhájukat fehérre mosták a bárány vérében. Ezért állnak Isten trónja előtt, és éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon ülő oltalmat nyújt nekik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem másfajta hőség. Mert a bárány, aki a királyi trónon ül, legelteti, és az élő vizek forrásához tereli őket. Isten pedig letöröl a szemükről minden könnyet. Ez az Isten igéje. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, ha nem írták volna tele ezt a két táblát, amelyet hamarosan látni fogunk, akkor akár tükörnek is lehetne használni, úgy csillog ez a gránit tábla. De így nem tükör, lelki tükör az. Mert rajta összesen 37 papnak a neve, és ez arra buzdít, inspirál bennünket, hogy gondoljunk rájuk, de gondoljak önmagamra is, aki nézem az ő neveiket, olvasom ezt a 150 éves mai napig tartó listát. Mi mindent tettek ők ennek az egyház községnek az érdekében? Mennyit imádkoztak először is? Milyen áldozatokat hoztak örömmel, boldogan, a papi hivatást megélve itt Kartalon? Hány szentséget szolgáltattak ki, és sorolhatnám a sok-sok olyat, amit ők már odaföntől látnak, és bizonyára azt mondják, érdemes volt. Nekünk, mármint ők mondják ezt saját nevükben, nekünk ez volt a feladatunk, és most látjuk, él ez az egyházközség. És ezért Petróci atyától kezdve Lukács Józsefig és a káplánok sora azt mondja, érdemes volt. És ezt azért hangsúlyozom, kedves testvérek, mert a mai világban nagyon sokan úgy érzik, hogy nem érdemes áldozatot hozni. Nem érdemes valamiről netán lemondani, valamilyen komoly célt kitűzni magunk elé, döntést hozni, hogy igen, azt a hivatást, azt az életmódot, azt a családi formát akarom élni, mert valahogy úgy érezzük, nem érdemes. Nos, ezért legyen tükör is ez a két tábla. Tekintsünk rájuk, és lássuk meg önmagunkban is. A döntési lehetőséghez szükséges, személyes, szabad akarattal való megnyilvánulás lehetőségét. Mondjunk mi is igent a magunk hivatásaira, mi papok is, de nem csak mi, hanem mindenki, a legkisebb Máriás lánytól kezdve a legidősebb kedves testvérig. Örüljünk mindig annak, hogy van esély rá, hogy ha nem is emléktábla őrzi majd meg a nevünket, de onnan föntről azt fogjuk látni, hogy érdemes volt. Ha letekintesz majd a saját gyereked, unokád, és még most meg sem született dédunokád vagy ükunokádra, onnan föntről a mennyország valamelyik felhőjének a széléről, majd azt lásd, hogy érdemes volt. Érte tettük mindazt, amit tettünk és teszünk, ha rólunk van szó, akik még élünk hétköznapi életünkben és természetesen vasárnapjainkban. Legyen hát ez a Jópásztor vasárnapjának előnapján bemutatott szentmise egy ilyen lelki tükörbenézés és erőmerítés, erőhöz szükséges energia kérése és átvétele a mindenható Istentől. Ebben segítsen bennünket most három minisztrásnak a prédikációja. Már bocsánat, nem most minisztrálnak, de minisztráltak évtizedekkel ezelőtt. Minisztráns Paja János, kérlek, szólj hozzánk. Dicséretessék a Jézus Krisztus! Minisztrás ruhát már kinőttem egy kicsit. Másfajta ruhát adtak rám. Június 18-án, 10 órakor Vácott papszentelés lesz.
33 évvel ezelőtt ugyanebben az időpontban, ugyanabban a templomban papszentelés volt. Ott álltunk 10 az akkori püspökatya előtt, Pánk érsek püspökatya előtt. 2 diákonusságra várt, 8 pedig papságra, hogy főszenteljék őket. Diákonosok között ott volt a Misi atya, papok között meg ott voltam én. 33 év telt el azóta az én papi életemből, mondhatnám, hogy ilyen krisztusi év, vagy krisztusi kor. Aztán, hogy mennyire érik be az ember ekkora intervallum alatt, az csak a jó Isten tudja, mert a papság az mindig titok marad, örök titok. 33 évvel ezelőtt ugyanazt tette a püspök, mint most fogja tenni június 18-án. A jelölt odatérdel elé, ő csöndben ráteszi a kezét, és ebben a csöndben a Szentlélek valamit átformál az emberben, és pap lesz. A csönd mindig Isten titka marad. A papság csöndben formálódik. Jézus Krisztus csöndben készült az ő hivatására 30 éven keresztül Názáretben. A csönd az imádság helye az ember lelkében és az ember életében. Ezért maradt titok a papság is, mert csöndben formálódik. Ugyanaz a Szentlélek szállt ránk ott, a Váci Székesegyházban, aki eltöltötte Krisztust a Jordán vizében, és ugyanaz a kézmozdulat volt a püspök kezében, amelyet miután fölszenteltek bennünket, mi is ezt tesszük az oltáron. Ráteszük a kezünket az adományokra, és hívjuk a Szent Lelket. És abból a kenyérből és borból Krisztus szavára, amelyet egy gyarló ember mond ki, az ő teste és vére lesz. Hatalmas titok, ami fölfoghatatlan. Én vagyok a jó pásztor, mondta Jézus, és mi pedig, akik próbáljuk követni őt, ilyen jó pásztorok szeretnénk lenni. A mai szentmisében, mikor vonultam be ide a templomba, föl villantak régi képek, és itt, amíg csücsültem, aztán énekölték a testvérek a dicsőséget, úgy Jóisten bevillantott az elmémbe az, hogy hálát kell adni az Istennek, elsősorban a szüleimért, hiszen ők voltak azok, akik próbáltak az Isten felé vezetni bennünket, vagy engem, meg a többieket is. Köszönet érte az Istennek, hogy ilyen szülőket adott, és hogy merte jó anyám felajánlani azt a születendő gyermeket az Istennek, mert az az élet is csöndben fogant valahol a méhében, és ezt a csöndben fogant életet csöndben adatta az Istennek, hogy itt van Uram, ha kell, akkor vidd. Aztán hálás szívvel köszönetet mondok azoknak is, akik imádkoztak értem. Nem tudhatom, hány ember imádsága szállt az ég felé, és hány ember imádsága tartott meg engem papként, hány ember imádsága helyez oda a szűzanya kezébe, akik imádkozzák a rózsafűzért, nem tudhatom. Azt csak az Isten tudja, mert az imádság csöndjében születnek a papi hivatások. Hivatások világnapján is különösen is imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért. Nehéz az embernek a saját szülőfalujában beszélni, de amikor a Jóistenre rábíz az ember önmagát, akkor mindig valami olyasmit ad, olyan gondolatokat, amelyek máskor úgyse jutnának az eszébe. És én újra és újra ezt tudom csak elmondani, ezt a csöndet, amely 33 évvel ezelőtt pappá formált engem, és azóta is ott működik bennem, és remélem, meg hiszem, hogy működni is fog, meg formálni is fog, mert Jézus Krisztus azt kéri tőlünk, hogy hozzá hasonlókká váljunk. Megérte papnak lenni, és megéri, akár mekkora áldozat ez, mert a lemondás, amely ott van a papi élet mögött, az mindig békével és örömmel tölti el az embert. Vannak kudarcok is persze, de azokat föl tudjuk dolgozni, mert az a Krisztus, aki jó pásztorként meghívott bennünket a nyájába, az a Krisztus is elfogadta és elviselte a kudarcokat. Mert azok csak látszólag kudarcok. Ez viszi előbbre az ember életét, ez emel föl bennünket lelkileg az Istenhez, és ezt tesz hasonlóvá a jó pásztorhoz. Hát én kérem a drága testvéreket, hogy imádkozzanak továbbra is értünk, akik itt vagyunk, és azokért, akiknek a lelkében megmozdult már ez a kérőz vagy hívó szó, hogy jöjj, kövess engem.
mert az Isten valamilyen módon egy gyémántot lát abban az emberkében, akiben a papi hivatás megmozdul, és az imádság csiszolja ezt a gyémántot igazán drága kővé az Isten kezében. Imádkozzunk papokért, papi hivatásokért, szent papokért, mert azok kellenek a mai világban, hiszen enélkül az a világ, amelyben élünk, elsüllyedne. Én köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm, hogy itt élhettem, és köszönöm, hogy újra és újra támogatnak engem, és szeretettel fogadnak, amikor hazajövök, amikor visszajövök, és remélhetőleg egyszer majd az örök hazában is ugyanilyen örömmel találkozunk, és öleljük át egymást. Isten segítsen ebben. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves jó testvérek! Mit is mondhatnék János atya köszönete után? Hiszen semmi mással nem tartozunk, mint köszönettel. Hosszú út van már mögöttünk, hiszen hallottuk, János atya krisztusi korba lépett a papsága tekintetében, és én is csak egy évvel maradok le utána. Hiszen 32 évvel ezelőtt, egy pár hónap azért még kell, hiszen július 1-én volt, amikor ez az oltár, ami most itt áll veletek szemben, ugyan itt állt. Igaz, akkor a templomon kívül. Hiszen ez a szentély, amelyben most vagyunk, még nem létezett. Az oltár azonban itt állt egy emelvényen, és akkor mutattam be első misémet 32 évvel ezelőtt. És amikor erre gondol az ember, akkor nem is lehet más a szó, mint hogy köszönetet mondjon. Először a Jóistennek, aztán másodszor a Jóistennek, aztán harmadszor a Jóistennek. És utána mindenkinek, ahogy János atya is elmondta, szülőknek, rokonoknak, ismerősöknek, sőt ismeretleneknek. Hiszen, hogy most itt vagyok a Galga völgyében, szinte nap mint nap újra találkozom olyanokkal, akik azt mondták, hogy akkor, 32 évvel ezelőtt, ott voltunk az első misén. Én nem tudtam, és nem tudom másképp megköszönni ezt, mint hogy minden egyes szentmisében megemlékezem azokról, akik jelen voltak az első szentmisében, a primícián. Minden szentmisébe belefoglalom azokat, akik imádkoztak és imádkoznak, értem, értünk, hiszen mi hárman, akármennyire is, időben is, távolságban is távolabb vagyunk egymástól, mégis összetartozunk. Azonban, hagyd mondjam még tovább, 150 évvel ezelőtt elkezdődött már a templom építése, folyamatban volt, de a kartaliak akkor a jelenlegi állomás helyemre jártak templomba. Mert nem volt templomuk, Bagra jártak. És most úgy gondolom, egy kicsit vissza kell adni azt, amit akkor adtak a kartaliak, hogy készek voltak gyalog, fáradtságot nem kímélve, minden vasárnap eljutni a szentmisére. Most annyiból vissza kell adni, hogy most Bag ide tekintsen. Ha nincsenek is itt sokan onnét, de a televízión keresztül bizonyára látni fogják mindezt, ami ma történik, adjanak ők is hálát. Ezért a templomért, kartalért, de saját templomukért is, és saját hívő közösségükért. A templom az Isten háza.
szoktuk mondani. És valóban itt találkozik az ember teremtőjével. Itt ér össze az ég és a föld. Itt ível át a kegyelem hídja a föld és az ég szakadéka között. Itt találkozunk az Istennel, mennyei atyánkkal. Ám ez a templom csak akkor fog ragyogni, hogyha világosság van benne. Mondhatjuk, most világosság van, égnek a lámpák. A középkorban volt, hogy egy földes úr érezve, hogy közeledik földi élete vége felé, azon gondolkodott, mit adhatna a falunak, a közösségnek, ahol eddig élt. És arra jutott, hogy egy templomot épít. Megpróbálta titokban tartani, nem is tudták nagyon az emberek, mi épül, csak akkor, amikor az utolsó szakaszba került, amikor már látszott, hogy tornya van. Akkor vették észre, hogy templom lesz. Aztán elérkezett a fölszentelésének ideje. Az egész falu ott tolongott a templomban. Megcsodálták, gyönyörű volt. A díszítés, minden egyes kialakítása a templomnak szép volt. Egyszer azonban valaki csak fölkiáltott. Honnét lesz itt fény? Hiszen nincs egyetlen egy lámpa sem. És ekkor a földes úr oda mutatott a templom falaira, ahol lámpatartók voltak kialakítva. Ezután minden családnak egy lámpát adott. És azt mondta, ha eljössz a templomba, hozd a lámpádat, és tedd oda a helyére. Ha itt leszel, világosság lesz azon a helyen, ahova lámpádat teszed. Ha nem, sötétség marad. Nem ezek a lámpák adják a fényt a kartali templomba. Még csak nem is mi hárman, akik most eljöttünk hozzánk csatolva József atyát is, akik Istennek szenteltük életünket, hanem az a fény világítja be ezt a templomot, amit ti hoztok beléje. A hitetek lángja. Az a láng, amely áthat minden sötétségen, amelyet akár hogyan is akarnak, különösképpen a mai világban eloltani, mégsem bírnak. Mert az a hit, amely ott van a szívetekben, hiszem, hogy világítani fog. Világítani fog, és nem engedi, hogy sötétség költözzön, ne csak a templomba, hanem az egész faluba sem. Rajtatok múlik, hogy világosság fény tündököljön, ragyogjon itt a templomban és a faluban is. És éppen ezért hivatások világnapját ünnepelve, rajtatok múlik az is, hogy ez a fény behatol-e gyermekeink, fiataljaink szívébe, hogy utánunk is legyenek még, akik itt ünnepelnek újra és újra, akikre büszkék lehettek, hogy lám, a mi falunkból nem csak 31 néhány évvel ezelőtt, hanem azután is újra és újra meghívott az Isten embereket az ő szolgálatára. Rajtatok múlik, hogy ez az ünnep, amelyet most folyamatában ünneplünk, kiterjeszkedik-e. Nem csak erre a 3,5 évre, amíg fölépült ez a templom, hanem azután is, újra és újra, nap mint nap, újra ünneppé válik minden nap, mert érezzük, hogy velünk az Isten. Itt lakik köztünk, a tabernákulumban, és nem engedi el a kezünket, bárhová vet bennünket az élet. Én azt kívánom, hogy mindannyian ti,
akik újra és újra átlépitek a templom küszöbét, és mi, akik Istennek szentelve életünket igyekszünk szolgálni éppen ott, ahová mennyei atyánk állít bennünket, mindannyian érezzük a fényt magunkban, és engedjük, hogy a sugárzása betöltse ezt az országot, hogy ismét Mária országa legyen, ismét olyan haza legyen, ahol örömmel és büszkén valhatjuk Szent István óta a magyarság és a kereszténység ugyanazt jelenti. Köszönöm József atyának, hogy megrendezte ezt az ünnepet, és itthon lehetünk. Kétségtelen egyre nehezebb, hiszen mindannyiunknak egyre több feladata van azzal, hogy egyre kevesebben vagyunk. De rajtatok múlik, hogy növekszik-e a száma. És kívánom, hogy mindannyian, mi hárman Kartalról származott papok, hozzá csatolva József atyát is, gyakran tudjunk együtt lenni veletek, itt a megszentelt falak között. Együtt tudjuk úgy dicsérni mennyei atyánkat, ahogy azt tettük mi gyermekkorunkba, és remélem, teszitek ti is, most is, ma is, és holnap is, nap mint nap, itt a Szent Templom falai között. Amen. Pető Gábor atya, te hozzáj, ez a két mincses. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Bejöttem a templomban, és elkezdődött a szentmise, körbenéztem a templom falait, és megállapítottam, hogy ezt a templomot bárhová elvinném, ahova elhelyeztek eddig, és ahova el fognak még helyezni, de ezt nem mondják el az egyházközségeimnek. Nagyon szép templomagó voltam eddig, de azt gondolom, hogy ez áll a legközelebb a szívemhez. És nem csak a falakról beszélve, meg nem csak a képekről, hanem nyilván sok szép emlék kapcsolódik számomra is ehhez a templomhoz, meg ehhez a közösséghez, hiszen innen származom, itt nőttem fel. És nyilván nem csak az épületet vinném magammal, hanem lélekben, vagy inkább gondolatban, visszagondolva azt is, hogy honnan indultam, milyen közösségből származom, hogy kiknek is köszönhetem a hivatásomat, nyilván a Jóistennek elsősorban, de hát nyilván természetesen Kartalon is már régóta imádkoznak kedves hívek papi és szerzetes hivatásokért. Meg aztán gyerekként azért én sem voltam angyalka, tehát volt, aki rám is szólt, arra is emlékszem, de hálával emlékszem rám, mert az embernek csiszolódni, fejlődni kell. Tehát azt gondolom, hogy nem túlzás azt állítani, hogy az, hogy pap lettem, az a kartali híveknek is köszönhető. Tehát, hogy ezt az egész légkört, és persze nem csak a templomot nem tudom magával minni nyilvánvaló, de a légkört, meg az emlékeket, honnan indultam el, azt nyilván lehet, és azt gondolom, hogy kell is magammal vinnem, ahol éppen szolgálok, vagy ahol majd még fogok szolgálni életem során, mert az embernek vissza kell gondolni arra, hogy honnan indult, hogy Jézus szokta mondani, hogy a Szentírásban így mondja, hogy emlékezz az első szeretetre, arra az élményre, amikor az ember meghívást kap a Jóistentől, és szeretne pap lenni, és hogy miért szeretne pap lenni, ezt a pap sohasem felejtse el, és erre nekem is, meg minden paptestvérünknek vissza kell gondolnunk, honnan indultunk el, miért indultunk el annak idején. Tehát tulajdonképpen el lehet képzelni ezt a közösséget, mint egy ilyen táptalajt, és mi három papunkat, mint egy fát, egy-egy fát, tehát itt kezdtük el a gyökereinket ereszteni, innen kezdtünk el fejlődni. Igen ám, de van egy probléma, hogy legalábbis annak tűnik, hogy ezeknek a fáknak a gyümölcseit nem azok kapják, nem azok szüretelhetik le, akik elkezdték ezt a növekedést segíteni, hanem tehát más egyházközségek. Tehát az a szokás, hogy a papok nem kerülnek a saját településükre vissza, hanem mindig máshova kerülnek. De azt gondolom, jól van ez így, nem csak ilyen gyakorlati szempontból, hanem azért is, mert a keresztény gondolat leginkább az, hogy az ember másoknak adjon, és ne saját magának tartogassa a dolgokat. Tehát, hogy szokták mondani, egy ilyen régi rockzenének volt a dalszöveg, hogy mert a tiéd csak az lesz, amit te magad szétosztottál. Tehát jobb adni, mint kapni. Tehát talán esetleg néhányoknak van az a gondolata, hogy
ez is az atya miért nem itt a saját településén szolgál, de inkább gondoljunk arra, hogy mi adunk másoknak, és persze más egyházközségek is adnak nekünk, hiszen az ide került plébánosok, káplánok más egyházközségekből származnak, és ők is hozzátették ezekhez az atyáknak az életükhöz a lelkiséget, a szeretet, az indítatást, a hivatásba egy kis gondolatot, és ezeknek a úgymond fáknak a gyümölcsét a kartali hívek úgymond szüretelhetik le, ők élvezhetik ezeknek az ízét, zamatát. Tehát jól van ez így, hogy az ember ad másoknak, és akkor ő is elfogad másoktól. Ilyen tanmesét hagyd mondjak el, valahol Kínában történhetett, de lehet, hogy nem is történt meg, a mondani valója a lényeg. Ugye missziós plébániára beállít egy kínai férfi, és azt mondja, hogy kedves atya, álmomban az éjszaka a pokolban jártam. Hát, barátom, meséld el, milyen volt? Hát, egy nagy asztalnál ültünk, finomabbnál finomabb ételek voltak, nagyon éhesek voltunk. Igen, ám, de az evő pálcikáink azok legalább egy méter hosszúak voltak, és akárhogy próbáltuk azzal enni, ugye nem volt a hosszú a kezünk, nem tudtunk a szánkhoz tenni az ételt, nem tudtunk enni, éheztünk a bőséges asztal mellett, és ez nagyon rossz élmény volt. Ilyen volt a pokol, vagy ilyen lehet a pokol. Hát a plébános mondja, valóban ez egy nagyon rossz állam lehetett. Következő nap megint megjelenik ez a férfi, boldogan újságolja, atya, az álmomban az elmúlt éjszaka mennyországban jártam. Na és az meg milyen volt? Hát ugyanolyan nagy asztal volt, finomabbnál finomabb ételek voltak, nagyon éhesek voltunk, és itt is egy méter hosszú, legalább egy méter hosszú evőpálcikák voltak. Igen ám, de itt mindenki a másikat etette, és így mindenki jól lakott, és boldogok voltunk. Nos, kedves testvérek, ennek a történetnek is az a mondani valója, hogy az ember csak magára gondol, hogy nekem mi a jó, az nem keresztény gondolat, attól az ember nem lesz boldog. Boldog akkor lesz, hogyha arra figyel, hogy másoknak hogyan tud segíteni, másoknak hogyan tud örömet okozni. Hát visszatérve az eredeti gondolathoz, amikor az jut eszünkbe, hogy a mi atyáink miért nem itt szolgálnak, miért nem mi arathatjuk le az ő termésüket, gyümölcsüket, akkor gondoljunk arra, hogy a kartali egyházközség, a régiek és a mostaniak adják az ő papjaikat másoknak, mert másokat akarnak boldoggá tenni, és így lesznek ők is boldogok. Itt is fontos tehát az adásnak a lelkülete, az, hogy másokat akarok boldoggá tenni, másoknak akarok örömet okozni. Adjunk hálát a Jóistennek, hogy imáink meghallgattak, három papot is adott az egyházközség. Mi pedig papok nyilván ígérhetjük, hogy a legjobb tudásunk, lelkiismeretünk szerint igyekszünk szolgálni a Váci Egyház megyében, bárhova is helyeznek minket a püspökatyák, és nyilván örömmel, boldogan, büszkén említhetjük, hogy Kartalról származunk, ebből a nagyon szép és értékes egyházközségből, ahol mindig sokan jártak templomba, ahol mindig is jó volt a lelki élet, és ezért is lehettünk mi papok többek között a Jóisten kegyelme után. Jóisten áldja meg mindazokat, akik imáikkal, tanácsaikkal, jó szándékaikkal segítettek minket, hogy el tudjunk indulni ezen a szép hivatás útján. Amen. Szűz Mária, a papok királynője. A szűzanya misztikus jelenlétét szimbolizálja, hogy most a Máriás lányok is magasba emelik Mária szobrát, és mindnyájan felállva vegyünk részt a soron következő szertartáson, mármint az emléktáblák fölszentelésén. Kérem a három kedves atyát, jöjjön velem. Tételem által legyen megáldva és megszentelve ez az emléktábla, és szolgálja ez őket, akik már Isten országában vannak, és onnan kapcsolódnak be a kartali egyházközség életébe, de minket is, akik hálatelt szívvel emlékezünk rájuk.
az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Közelmúltban költöztek el, vagy ők élnek, és valahol máshol teljesíteni szolgálatot. Ez a tábla őrizze meg emléküket, és hálát egy szívvel gondoljunk rájuk, sokszor imádkozva értük is. Papi készfeltételem által legyen megállva és megszentelve, ez az emléktábla az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádkozzunk testvéreim Krisztushoz, örök főpapunkhoz, aki jó pásztorként jött el közénk, hogy országába hívjon minket. Áld meg, Urunk, Ferenc pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó pásztor áldozatosságával vezessék a rájuk bízottakat. Légy, Urunk, jó pásztora az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek. Vezesd egységre nyájadat, hogy egy akol legyen és egy pásztor. Áld meg, Urunk, a keresztény családokat, és támasz belőlük szentpapi és szerzetesi hivatásokat. Adj erőt a fiataloknak, akiket szolgálatodra kiválasztottál, hogy felelősség teljesen elfogadják, és őrizzék a hivatás kegyelmét. Urunk és Istenünk, Te a jó pásztor, életedet adtad érettünk. Add, hogy sokan kövessék hívó szavadat, és a Te áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme,
szüntelen örvendezés forrása legyen Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a felelkedve. Emeljük föl szívünket. Felemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan pártfogol minket. Feláldozva önmagát, nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsősége himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged áldozatod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiat üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal,
elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Árpádházi Szent Erzsébettel és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva, reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Ferenc pápánkat és Miklós püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindenekké, amen. Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Kélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a teremtetek. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy halljék a helyét, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én lelkem.
Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Thank you.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, hallgass meg imádságainkat, amelyekkel most hozzád fordultunk papi hivatásokért, és azoknak a paptestvéreknek lelküdvért, akik ebben a templomban teljesítettek szolgálatot az elmúlt 150 esztendőben. Add, hogy elnyerjük mindazt, amit fogadott gyermekeidnek előre megígértél, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Kedves jó testvérek, most átadom a szót egyházközségünk világi elnökének. János, köszönts mindnyájunkat. Köszönöm. Főtisztelendő urak, kedves Jani atya, kedves Misi atya és kedves Gabi atya. A jelenlévők és a Kartali Egyházközség és annak képviselő testülete nevében is nagy szeretettel megköszönöm, hogy a mai napon együtt miséztetek itt, és együtt mutattátok be a legszentebb áldozatot. Ebben a csodálatos templomban, ugye amit említettünk is, hogy 150 éves jubileumát ünnepli. Azt tudnotok kell, hogy nagyon büszkék vagyunk rátok, mert nem beszéltünk össze, de nekem is az a véleményem, hogy az, hogy egy fiatal el tud indulni a papi hivatás útján, ahhoz azért valami köze az adott közösségnek is van, megmerem kockáztatni, hogy felelőssége is, és minősíti is ezt a közösséget. Hát azért imádkozunk, és ti is imádkozzatok ezért, hogy legyenek olyan közösségeink, itt Kartalon, meg másütt is, hogy el tudjanak indítani ezen az áldozatos úton másokat is ezen a pályán. Említettétek, meg ez valóban így van, hogy ez egy áldozat. Áldozatot kellett, hogy hozzatok. És nekem most így napirenden kívül eszembe jut, hogy mit is jelent az a kifejezés, hogy áldozatot hozni. És eszembe jutott Nagy Árpád atya, aki nekünk Galgahévízen a hittan tanította éveken keresztül, és úgy gondolta, hogy nyolcadikba jutunk el abba az érett állapotba, hogy megértjük, amit akar mondani, hogy mit is jelent áldozatot hozni. Áldozatot hozni azt jelenti, hogy lemondani a jóról egy nagyobb jó érdekében. Tehát büszkék vagyunk rátok. De azért is büszkék vagyunk, mert megerősítetek minket abban, hogy mennyire sikeresek, meg mennyire okosak is vagyunk mi kartaliak. Na, érzem, hogy ez egy kicsit erős, de mindjárt megvilágítom. A nagyon okos ember, és ezt nem kritikaként említem, kitalált, pontosabban Frank Drake, amerikai csillagász, hosszas munka után felállított egy matematikai képletet, egy egyenletet, aminek a kimenete az, hogy egy konkrét számmal meg tudjuk határozni, és innentől kezdve róla nevezték el ezt a képletet Drake formulának, tehát meg tudjuk konkrétan egy számmal határozni, hogy mennyi az egyidejűleg egymás mellett élő technikai kommunikációra képes civilizációk száma a galaxisban. Na most, ahogy okosodik az ember, meg itt van az a rengeteg űrtávcső, a Hubble, a Spitzer, a Kepler, ez a szám egyre inkább pontosodik, és kezd konkrét formát ölteni. De még senki nem tudta megmutatni, hogy melyik az a másik civilizáció, akivel mi kommunikálni tudnánk. És azért mondom, hogy mi sokkal okosabbak vagyunk, mert lebontva ezt a képletet a mi kartali közösségi szintünkre, azt kell mondanunk, hogy mi meg tudjuk mondani, hogy mennyi az egyidejűleg egymás mellett élő, együtt misézni tudó kartali papok száma. 3. És látjuk is őket. És hát azért kellene imádkoznunk, és ez legyen is egy feladat, hogy ez a 3 ez ne álljon meg itt, hanem néhány év múlva ez az együttmiséző papok száma legyen több. Ne 3 kartali papok száma, hanem 4, majd 5, aztán egyre így inkább.
Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy el tudtatok jönni, és papi munkátokra a Jóisten áldását kérjük. És kedves jó testvérek, most ünnepségünk megkoronázásaként mindnyájan kisétálunk a Szent Erzsébet kertbe, ahol három diófa csemetét ültet el a kedves három kartali származású atya. Hadd meséljem el, odakint már úgysem kérek még egyszer szót, hogy több mint 40 évvel ezelőtt a mi nagypapánk, ott, ahova akkor költözött a lánya, a mi édesanyánk, az utcán 18 diófát ültetett. És így mondhatom, ma is ebből élünk. Még mindig készülnek belőle a diós beiglik, a diós csuszák, a diós sütemények, mert hisz csak 80 év telt el azóta. Én kívánom, hogy ennek a ma elültetett három dió csemetének a gyümölcséből akkor is egyenek, de egy kicsit mindig ránk is gondoljanak, és elsősorban a három kedves atyára, amikor mi már nem itt leszünk. Kérem, hogy akik az oldalhajóban ülnek, a sekresi ajtón keresztül szíveskedjenek ki sétálni, akik itt nagyjából a templom első felében, azok az oldalbejárónál vagy kijárónál, és akik hátul, azok a főbejáraton. Végül hadd említsem meg, ünnepség sorozatunk még két évig folytatódik. A legközelebbi június első pénteki napján, első pénteken és egyben Jézus szíve ünnepén, Hegedűs Endre Kossuth-díjas zongoraművész és felesége Hegedűs Katica ad csodálatos ünnepi zongora hangversenyt, ha már mind a ketten hegedűsök, akkor ez így stílszerű. Itt a templomban, tehát itt lesz gyönyörű zongora hangverseny. A nyár folyamán egy egészen más jellegű ünnepségre készülhetünk, hisz a budapesti vagy budavári nagyboldogasszony plébánia, pontosabban Mátyás templom énekész zenekara látogat el hozzánk és ad csodálatos hangversenyt. Aztán szeptember 14-éhez kötődve, ami a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe, majd pontosan kijelöljük, hogy melyik napon bejárjuk karttal minden feszületét, és mindenhol kicsit helyre is hozzuk a feszület és környékét, és természetesen imádkozunk egy kicsit. Végül már most megemlítem templomunk búcsújára, november 19-ére majd dr. Bábel Balázs, kalocsai érsekatya látogat hozzánk, ő mutatja be a búcsús ünnepi misét. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, odakint találkozunk a Szent Erzsébet kertben. Istennek legyen. Thank you.
megölni a föltart. Isten áldjon meg bennünket, minden igaz magyar ember, minden igaz magyar ember. Daloljatok az Úrnak, daloljatok az Úrnak. Horson az engyel, horson az engyel,